De sárpányomat én nem tudom főzni. Hát van, ja főzni? Hát nem tudom. Serpenyőben. Uh-huh. Nem lehetne, vagy mire gondolsz? Hát. Csak vannak méretadárok, mondjuk a tésztánál. Hát ja. Ja. Mindenkit, élve. Igen, most már hazaértünk, most ide értünk, nem haza, az otthon. Szóval túléltünk meg minden, utaztunk, üdes tovább, 25-7. Nem, 25 volt, mert olyan. Hát de még négykor indultunk, és... voltunk. Hát egy ilyen reggel 5-ig. Van vagy 26, majdnem 26. Jetleget átvészányázom. De az semmi. Rögtön elájultunk. Mármint, hogy ja, de nekem semmi nem fáj a fejem, meg nincs izé, hanem csak aludtunk, aztán felkeltünk reggel és kész. Szerencsésen megoldódott a dolog. Azóta elmentünk vásárolni. De jó, kisebb vagyont hagytunk ott, és alig lettünk valami. Nem, nem volt annyira vészes az árszabás, egy ilyen helyi 100 forintos jellegű. Na jó, azért nem, de olcsóból mentünk. Mire oda mentünk, lefagyott az arcunk, mert sokkal hidegebb van, mint gondoltuk. Hát nagyjából ilyen hideget írtak, csak igen, nem akartuk elhinni. Nem számítottunk rá, hogy New Yorkban, amikor leszállunk, havazott. Igen, hogy... hozzá. És mikor ideértünk, még volt egy átszállásunk ugye Hartfordban, és már ott is elég durva volt az idő, ezért már tudtuk, hogy nem akarunk majd 3 kilométert sétálni, még, mikor végleg megérkezünk ide, de csak 7 dollárért elhoztak minket a szállásra, ami kellemes meglepetés volt. De nagyon hideg volt, és hideg van, és fúj a szél. És már attól vacogtunk, vagy legalábbis én, hogy fáradt voltam, tehát hogy nem is igen, tehát hozzá különösebb indok, de még a hideg rájászott. És hát mikor ide értünk, akkor is még egy fél órás szenvedés volt a szállás elfoglalásával. Akkor majdnem feladtuk szerintem, de igen. Hát még nem vagyunk itt egy napja, de már kétszer voltunk a helyi rendőrségen, a University Police-nál. És ültünk rendőrautóba. És már ültünk rendőrautóba. Igen, és ültünk rendőrautóba. Igen, a kedves rendőrök, meg itt nagyjából annyi a feladatuk, hogy segítsenek elfoglalni a szállást. Eltévedt lelkeket. Igen, hát a szállásunk az arról majd most fogtok látni néhány vágóképet. Kis szobát, a vendégszobát. Most nem magam, a lakás, ez most a room tour. Ez a room tour videónk amúgy. Itt a csapocskánk. Vagy csapkézünk. Aztán kezdjük az én szobámmal, mert ez van itt legalább. Ez egy, hopp. Ja, ez benne láttam. Ágyikó. Egy kis szék. Meg azt a... másik. Hát igen, amúgy tényleg nem túl sok minden van itt a lakásban. A közös helyiség, egy szuper konyha, egy jó nagy hűtő, a fürdő. Az úgy lenne vicces, hogyha valamelyikőtök zuhanyozni, és akkor megyek be levideózni. Cső! Itt van Anikó szobája. Neked a legnagyobb! És a leghidegebb. Oh. De jó a kilátás! Orsi szobája, gyorsan rendet rakottam, még nem értem, hogy de... De se került, időben.
Ó, oh, erre mondtad ezt a szép reneszánsz szobabútort, vagy ilyen. Kicsit ijesztő is vagyok. Igen. De majd becsukom a szemem, amikor. De neked van a legjobb ki... Ja, te vagy itt a sar. Ó, ott egy hammer. Szóval az itt így elég jó. Igen, csak hangos. Ettől eltekintve jó. Hát este aludni kell, nem hallgatózni. Tehát egy kicsit alulmúlt az elvárásainkat, azt gondolom. Ennyi pénzért egy kicsivel jobbra számítottuk. Mint higiénia és mint berendezés és felszerelés szempontjából. Mikro, nincs mikró, szóval ez gáz. Egy mikró azért lehetne. De van egy 5000 éves sütőnk, amit mindenre tudom használni. Végében, hát úgy lehet, hogy Harlemben is jobb a helyzet. Kicsit, de nem biztos. Hát igen, tehát itt nagyjából puritán helyen vagyunk, és hát itt mindenkinek a szobájában van egy cimpla ágy, meg egy asztalka, meg egy ajtó, amit szekvényre veszteszünk, és ezzel kifújt a dolog. Hát valószínűleg nem takarítottak, mielőtt jöttünk. De van egy jó nagy hűtőnk, úgyhogy igen, abban legalább fél. Elég hatalmas, igen, hárma jól meg is pakoltuk most első alkalommal. És hát nekem is, de a többieknek is. A tisztítószer vásáros hozzá az egyik első dolog, úgyhogy sokat elárul a helyzetre. De ha az már meg lesz, akkor igazából majdnem otthonos az egész. Majd mi otthonossá tesszük. Most egy lábost készülünk lopni. Nem, ott van egy lábos. Azt lehet, hogy majd kölcsön veszük. Kétszer veszük, egyszer észre, igen. És aztán eladjuk. Reméljük, hogy nem kristálymetet főztek benne előtte, és akkor jó lesz. Igen. De igen, én nekem már van egy gyakorlatom, utána párnát elhoztam a United képéről. Igen, de elkértem, nem pedig elloptam. A retkezőjét. Igen, de legalább ennek a megvásárlását megúsztam. Ja, jó, most szombat délután van nálunk. Igen, egyébként. És hát írhatnék e-mailt a illető embernek, de sajnos internet hiányzik, ez nem lehetséges, úgyhogy sajnos egy reklamációt megúszták ezzel a hétvégére, és majd megpróbálunk intézkedni, tehát egyelőre ideig jutottunk. Jól nem mondtad, főleg te. De... Bocsánat, beszéljetek! Ne, teljesen! Legközelebb megírom mindenkinek a saját részét, hogy ne nyomjál minket, meg kell tanulni a szöveget rá, de hogy természetesen tűnjön, és elnézést kérdezik. Csend volt, és két terem volt, hogy beszéljek. Mert vesz a kamerát. Igen, amíg vesz a kamerát, így beszélni kell, igen.